Na, akkor nézzük, hogy hol a fenében vagyunk igazából, mit kell csinálni, miért kell csinálni. Gondolom mostantól kezdve valami érdekesség fog történni. Azt mondja, hogy 109-esben vagyunk igazából, más még nem nagyon néztünk át. Ott az le van zárva. Nem. Pak, oké. Mit nézett James, vagy nézett valamit egyáltalán? Rosszul láttam. Nem néz az semmit, jól van, mindegy akkor. És akkor elvileg ugye itt a 109-esben, vagy jól van? Aha. Itt voltunk bent, ott nincs semmi. Remélem, azért gyorsan megpróbálok benézni oda, de nem engedi. Jó. Akkor megyünk tova. Rendben van, akkor innen kifelé. Töké. És akkor... 110-esben voltunk, ugye. Onnan ki tudok menni a másik irányba is, vagy nem? Mindjárt ki fog derülni. Na most azt nem tudom igazán. Oké! Okay! Végül is! Ja. Csak nem olyan hangja van, mint hogyha valaki egy rohadt nagy kardot húzna. Nem. Nincs olyan hangja, nem. Ó. Oh. Nem tudom, hogy ezek mire jók egyébként, hogy megnézem és... Ilyen izé leszek tőle. Jó, itt már semmi nincsen. Azért rendkívül bejöttünk, na maradjunk. Bazd meg, már nem működik, na köszönöm. Szóval, elvileg ott van egy másik kijárat, jól láttam, vagy nem? Ja, van egy, csak el van zárva rá csal, szóval akkor kizárásos alapon nem arra fele fogok menni. Ja, teljes mértékben, akkor viszont megyünk tovább. Ott egy ajtó, jobbra. Ja, nem ez az, banyak pálya. Jó. Akkor itt ki, na nézzük meg. Mi lesz még itt, te jó Isten? Szereztem egy kulcsot, de az hova való? Ide! Oké. És itt nincsen más még. Gyorsan megnézem itt a folyosó másik felét is. Hát, ha akad. Semmi. Jó, oké. Akkor mindegy. Akkor teljes mértékben nem számít. Jó. Akkor elvileg itt már semmi nincsen. 111-esben nem próbáltam benézni. Totálisan nem figyeltem, hogy ott van még egy szobabakker. Jó estét kívánok! Balfaszkodás következik. Jó. Akkor menjünk arra, mi baj lehet. Ez most folyosó, vagy nem? Ah, ott egy S. Mármint itt is van, értitek? Csak hogy ott is van. Jó, tehát akkor elvileg, ugye, amikor a H betűs... Ja, kinyílt a H betűs cucc, ugye, amikor oda tettem az órát. Tehát feltételezem, hogyha én oda fogom tenni majd jól a percet, akkor a perces fog kinyílni. Elsnatyogott a csávú. Jó van. Vagy lehet, hogy csaj igazából, nem tudom, ilyen lábakkal micsoda. Manapság, 2024-ben, ki tudja. Legyél szirincs. Az oké, 2-3, ilyen sem volt még eddig, hogy szirincs az több van. Verlaflam, Alexander Scriabin. Nem tudom, hogy kell kiejteni, na mindegy. Jó. Arra fele ment, ha jól emlékszem. Hát erre biztos, hogy nem fogok tudni menni, szóval ez bukó. Ja. Most hol van az a szemét? Valahova elbújt, csak nem tudom hova. Jó, akkor ott szemben van egyetlen egy darab.
Valami, és itt lesz egy lépcső? Jól láttam. Itt lesz egy lépcső, hol van a... Tuti elbújt a lépcső alatt, csak hol? Látlak! Bazd meg, rám ugrott! Nem! Megquicktime-tolak, köcsög! Azaz! Ez még mindig annyira élvezetes, amikor meg lehet őket taposni. Annyira nagyon élvezetes. Nincs itt semmi más? Kina hagyjam már az basztus, hogy a lépcső alatt van valami. Ah, mondom én. Na, mi az? Ez lehet igazából, hogy semmit nem ér. Azt mondja, hogy forever together. Fordítás 16. Biztos van valami értelme az ilyeneknek, nem tudom. Ja, azt hittem, hogy rajz van basszus itt végig a falon. Oké, okay, kicsit túl bonyolítom egyébként, hogy amikor volt az a mi az istenes puzzle, ugye az a számzáras puzzle, akkor is kicsikét túl bonyolítottam a dolgot. Itt van valami? Nincs? Nincs. Akkor most pedig elvileg itt vagyok a... Hol vagyok? Nézzük csak. Ja, itt akkor kijövök, és akkor szépen el kell mennem balra. Ja, aha. Azaz! Kiváló! Oké. Okay. Ja, és akkor itt pedig bejövök, és akkor itt lesz majd az óra. Ez így van. És ugye 9 óra 10 volt, szóval akkor most pedig ide teszek egy perc mutatót. Mondom, oda teszek, azaz. Inventory, minute hand, tökéletes, és akkor ezt szépen elfordítjuk ide. Jó, és akkor mindjárt tesztelem az elméletemet, jó? Ott volt az M-betűs cucc, valahol itt a folyosón. Azt hiszem. Merre volt az? Azaz, igen, 202-es, és már jelzi is, hogy át tudok menni, ami zavaró egyébként, mert totálisan úgy... A nyílból totálisan úgy láttam, mintha amúgy is át tudnék menni rajta, szóval... Ó, bár meg mennyi múj! Jó, nem, akkor oda be kell jutnom valahogy? Ja, úgy kell bejutnom. Itt ez mi? Cekci. Nagyon cekci. Ennek igazából van értelme, hogy nézegetem ezeket, vagy nincs? Remélem, hogy nem fognak ezek bántani, bakker. Jó, ezt majd gondolom valahogy meg tudom fejteni. Na mindegy. Várjunk csak, álljunk meg. Jó volt ott. Azt mondja, hogy... Hold megszámolt, az egyik az ilyen halálfejes volt, nem? Akkor nézzük csak a lepkéket. Hold. 4 hold van. Ki legyen 4. Ilyen kör az 2. Halálfej. Az meg 1. Várjunk csak akkor. 1, akkor kör 3 van összességében. Nézzük csak meg. Meg ott volt még 2 darab ilyen hold, vagy mi a fene. Hú, én már elvesztettem a fonalt, várjunk csak akkor elvileg. Akkor gondolom össze kell számolni. Mindegy, először menjünk oda, jó? Először menjünk oda be. Na majd meglátjuk. Ja. Remélem megint lesz valami szemétláda itt. 201-es. Mit keresek a 201-esben, és miért keresem azt a 201-esben? Nem. Nagyon intenzív egyébként, tehát lehet itt össze-vissza nyomni az infókat, de az a helyzet, hogy én itt sokkal inkább be vagyok szarva, mint az eredetinél. És itt is van valami, oké, ezt meg kell jegyezni. 2 hold, egy ilyen izé, jó, oké. Több kép nincs. Több kép nincs, oké. Gondolom össze kell majd számolni őket. Hol a rossz ebbe vagyok?
Nem jó helyen. Hogy... ja. Akkor most nem értem. Jó, akkor számoljunk. Oké, számoljunk. Akkor igazából itt semmi más nem tudok csinálni, csak ott kimenni. Számoljunk, akkor nézzünk meg mindent. Oké? Elvileg gondolom azok a számok, mert hogy ott ilyen matematikai példák voltak. Szóval akkor nézzük. Csak itt van, azt mondja, hogy 2 hold, 1 halálfej. Ott semmi. Ennek volt értelme amúgy? Szóval, 2 hold, 1 halálfej. Itt akkor összességében azt mondja, hogy 4, 4, 2, 1. Tehát akkor hold, halálfej, kör. 4, 2, 1. 4, 2, 3. 4, 2, 5. Nyolc, kettő, öt. Volt még kép valahol? Nyolc, kettő, öt. Hát nézzük meg akkor, mennyire stimmel, jó? Azt mondja, hogy először is azt mondja, hogy 8, 2, 5. Tehát akkor 8-ből 5, akkor ez 3 lenne elvileg, ugye? Mert hogy 8 holdan van, 3 olyan cuccom. 8, 2, 5, nem, 5, oké, 8, 2, 5, 2 meg 5 az 7, és akkor 5-ből 2, az meg megint 3. Na? Na? Na. Ja, itt van az a belenyúlkálós, oké, kiváló. Akkor nyúlkáljunk bele, jó? Mi baj lehet? Na, meg is van. Másodperc mutató. Én pedig ki balra, és futi. Elvileg arra, ugye? Ja. Jó. Akkor elvileg már csak az S betű is kell, az meg ugye lent volt az első emeleten. És ja, van egy sejtés, hogy ki lesz az. Jó, tehát... az helyzet, hogy találkoztunk Eddie-vel, találkoztunk ugye... Angelával. Lenyomtuk igazából az érmés puzzle-t, most van az órás puzzle, a órás puzzle után pedig ugye következik szépen a... itt van még valami írva? A Scott, azt pedig nem látjuk. Órás puzzle után pedig ugye következik majd szépen a kedvenc piramisunk. Inventory. Oké. Okay. Nem. Nem. Igazából itt már olyan sokat nem tudok tévedni, szóval... Ah, megvan! Jó. De mielőtt tovább megyek, ez az a pont, amikor én biztos is, hogy mentek egy-egy gyerekek, 100%. Na, akkor menjünk szépen lefele. Erre fele volt, nem erre volt? Hol volt a lépcső? Jó, ott volt a lépcső kint, bocsánat, akkor fordulunk szépen. És akkor megyünk a másodperc mutató felé. Itt le, és akkor elvileg itt be kellett menni valamelyik ajtón, vagy ilyenen, nem? Erre fele? Talán. Elvileg itt tudok lefordulni a lépcső felé, nem? Ez az ajtó. Ez az az ajtó, oké. Ő mit csinál itt? Eddig is itt volt. Mutasd magad. Oké, jó. Ez sokkal inkább úgy tűnik, mint az eredeti helyszíne, ami volt ugye a Silent Hill 2 Origin-ben. De ez nem az. Nem itt van. Folyosó vége lesz, az én már most látom. Nem erre, ugye?
Elvileg de? Ha igaz, nem? Ja, ott lesz az befele. Fú, készüljünk föl lelkileg. Mondom én. Úgyse hat rá semmi, szóval igazából nem szórakozok ilyennel. Gyere! Az az jó. Egy darabig el fog tartani, gondolom, amíg itt megoldjuk a problémáinkat. Na gyere! Hol van? Ott jön, oké, jó. Nem akarok vele megküzdeni, mert úgy sincs értelme, ugye nem lehet... Nem lehet ártani neki egyáltalán, szóval teljes mértékben tök fölösleges itt szórakozni. Hol van? Hallom, oké? Tehát igazából, ha következetesek, én megpróbálkozom ezzel aztán, hogyha nem akarok, legfeljebb újra fogom tölteni majd szépen itt a dolgokat, jó? Tehát egyelőre annyit csinálok, hogy futkosok körbe, mint a kötelező volna, oksi? Jó? Baj abból nem lehet. Előbb-utóbb csak megunja. Tudom, kicsi unalmas, de... Nem baj. Kicsit agresszív a csávú. Minél nagyobb köröket tegyünk meg, minél több dolog körül, jó? Szerintem ez eddig beválik. Aha, ja, kezdődik. Piramis fej egy teljes mértékben. Izészörny. Bassza meg. Lassú voltam. Mi bazd meg? Futás? Na gyere. Jó, ez így annyira nem passza egyébként, hogy ő fogta magát és így szépen... Jó, nekem meg már csak szirincsem van. Meg rohadtul gyors. Na. Csak beagresszívkodott. Arra a téletbe. Lehet, hogy jóban úgy közlekedni, hogy látom, hogy merre fele van. Gyerünk, ő meg csapkodja szét a bútorzatot, szóval... Ja. Látlak. Na gyere te pénisz, nyugodtan. Jó, igazából mindig próbálok valamit így betenni kettőnk közé, és attól én boldog vagyok, jó? Úgy, né? Ja, csak sikerült kiugrasztani a nyulat a bokorból, basszus. Na gyere! Gyere! Gyere, te rohadék! Egyre kevesebb a teret tárgy, szóval ja. Elvileg ez az utolsó, most is szétcsapkodok itt mindent az égvilágon, aztán majd megvárom, amíg szépen így béké, hogy gyere. Azaz! Mondom én, hogy bejön! Mondom én, hogy ez bejön! Biztos voltam benne, hogy ez bejön. Hova mész? Most picsán lövöm, akkor megöl? Nem, elmegy. Szóval időzítve van, oké. Okay. Ma is tanultunk valamit. Például azt, hogy retek szarul állok, de nem akarok egy szirincset elhasználni erre. Ő volt a barátja? Ja, úgy tűnik. Akkor elvileg most egy kicsi nyugim lesz, és akkor ki fogok tudni jutni az apartmanból, ez az elmélet. A gyakorlat meg az, hogy lehet egyébként, hogy lelassította volna az, hogyha rádövök párat. Ah! Utcán vagyunk, utcán vagyunk. Jó, checkpoint volt, úgyhogy most menteni nem akarok, jó? Na, itt van valami? Nem. Gyerünk.
Semmi, francba. Hol vagyok? Térképet nekem? Úgy mutatja, mintha itt nem lettem volna még egyáltalán. Ja, mert hogy nem voltam, mert hogy ugye ez itt a igen, tehát ugye ott van a... Nathan Avenue, hasonlók, most átjöttem a túloldalon, igen, pontosan a túloldalon vagyok, Teddybe. Jó, oké, egyen odébb vagyok. Itt is lehet majd mászkálni össze-vissza, vagy próbáljuk meg lineár... Á, próbáljuk meg lineáresabban egy kicsikét, jó, tehát... Azaz! Ah, oh, nem azaz, francba. Oké, handgun ammo-ból elég sok van már, csak nekem mondjuk kéne valami, amivel kicsit rendbe rakom az arcomat, jó? Tehát ez mondjuk nem volna egy utolsó dolog. Ott semmi? Ah, fuck. Ó, Laura lesz. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Honnan ismeri a három éve halott feleségünket, ha? Kis mocsok. Ha valaki esetleg új lenne a szériába, és mondjuk nem játszotta a régit. Amit egyébként a statisztikáim alapján erősen kétlek, de vannak itt azért 20 évesek is, akik nem biztos, hogy belenéztek egyébként egy 2001-es játékba, ami még azelőtt készült, hogy megszülettek volna. Szóval, alapvetően ez kicsit később fog kiderülni, de a lore szerint mindenki azt látja Silent Hillben, amit az ő elméje alkot. Ez korábban is így volt, tehát általában a bűnösök szoktak idejönni, vagy akinek elszámolni valója van, de ó, oh, lőszer. De volt itt Master is, de mindegy, lényeg a lényeg igazából, hogy amiket James lát, ezek a mindenféle szörnyek, azokat nem látja Angela, és nem látja Eddie. Amit Eddie lát, azt nem látja James, és amit Angela lát, azt nem látja James. Kivéve akkor, ezt nem tudom, Patrick Chester, Edward fia, harcolt és meghalta a népéért, a szabadságért, és a holnapért. Emléke örökké él. Oké. Okay. Tehát, hogy... Oké, majd oda is bemegyünk, azért körülnézek még. Tehát, hogy csak és kizárólag akkor látják egymás hülyeségeit, hogyha ott vannak egymás közelében. És Laura pedig, az a kislány, aki ott volt, ő pedig egyáltalán nem lát semmit, jó? Nézzük csak, mi van itt. Azt mondja, hogy üdvözöljük Silent Hillben, egy kis tómenti pihenőváros. Boldogok vagyunk, hogy itt van. Nincs jobb hely ennél arra, hogy elfelejtse a sűrű beosztását, és végre élvezze a pihentető vakációt. Rose of Quaint, Rustic Houses Mark a Gorgeous Mountain Landscape, tehát a gyönyörű hegyvidéket rustikus házak szegélyezik, and as the dawn turns to dust, the surface of Toluca Lake shines a whole range of dreamlike colors. És ahogy a hajnal éjszaká, és ahol a... igen, tehát hogy a hajnal naplementébe fordul, a Toluca tó mindenféle álomszerű színben pompázik. Silent Hill will move you and fill your heart with peace. Tehát Silent Hill megérint és megtölti békével a szívedet. We are more than certain your time here will be pleasant. Biztos vagyok benne, hogy az itt töltött idejét élvezni fogja. And leave you in memories that will stay with you forever. És örökké tartó emlékeket szerez. A vége az stimmel! A vége az stimmel! Bakker már! Az ott mi a franc egyéb? Ja, oké, csak vízcsap. Jó, nem foglalkozunk vele. Big fucking park, bazi nagy park ez egyébként.
Talán mondjuk ez nem is park, igazából ott volt a bejárat, neki voltam itt? Elvileg honnan jöttem, nem? Vagy nem tudom, honnan jöttem most? Ja, valahol erre fele, szóval akkor... Nem tudom, gondolom találok még dolgokat. Próbáljunk meg akkor. Labirintus módszer jó, tehát folyamatosan jobbra tartunk, aztán majd meglátjuk. Honnan jöttem? Ez megvan, ezt láttam, oké. Ott felszedtem némi lőszert. Mehetünk tovább. Bazi nagy az a park, és rohadtul nem látok semmit, hogy hol vagyok. Oké, itt van Chester. Gyerünk. Itt valami. Jaj, tudom, mi lesz itt. Tudom, mi lesz itt. Valahol valami cucc? Nem. Nem. Láttam, hogy ott van egy móló, gondolom romantikusra tervezték, de nem baj, én most még mielőtt tovább mennék. De mondjuk arra fel, ha megyünk, akkor mindegy. Gyere ide. Jégkrém nuku! Fuck! Szia! Ali! Rég láttalak, 23 éve. Mary? You look like your girlfriend. No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. Something. I can't quite. Hey! I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? Wait. You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... So
that's okay. Yeah. Na, az a helyzet, hogy én nem néztem gameplayeket, de olvasgatok eléggé sokat a különböző véleményekről, és láttam ilyen hisztiket, hogy elrontották Mariát, nem is olyan, mint az eredeti, és hogy akkor most így milyen csábító ez már. Csezd meg! Tehát nagyon jól működik egyébként a csaj. Kicsit más a narratíva, egy nagyon-nagyon picit. Tehát, hogy nem az volt, hogy ráakaszkodott ugye Jamesre, nincsen benne ez a nagyon furcsa érzés, ez a távoli valami, tehát hogy ez a megfoghatatlan kurva para, mint ami volt az eredetiben, hanem tényleg ez a, mit tudom én, manipulatív, esküszöm mit tenni, megláttam, első gondolatom az volt, hogy ribi, tehát hogy tényleg, hogy az előző verzióban is igazából nagyon próbáltak ebbe az irányba menni, itt azért kicsikét jobban domborítják, hogy Want to take a breather? What? No, I just... Sorry, I'm just a bit preoccupied. Nem ülünk le. You know, if there's anything you want to talk about... Bármi, amiről beszélni szeretnél. No. Akármi, nyugodtan. Let's just keep moving. Gyere, sírj a vállamon. Nem ott a másik oldalon. Szóval... Hol vagyunk? Ott van a slozi. Az meg... nem arra fele megyünk, hanem a másik irányba, jó? Oda be tudok menni, vagy nem? Nem. Nem, de van ott ajtó, nézzük meg. Bocsi! Menj odébb! Nem tudom föllökni, szóval most nem tudom, hogy ez a tapadós bolero, ez most a jó befejezés felé fog-e vinni, ki tudja. Sőt, úgy tudom, hogy tettek bele még egy befejezést. Tehát erre nagyon kíváncsi leszek egyébként. Állítólag van benne még egy plusz befejezés az eredetihez képest. Tehát, hogy megtartották a régieket. Tényleg most kurva sok helyen ez megy. Tehát, hogy megtartották a régieket, de van benne plusz. Szóval ez nagyon érdekel, hogy micsoda. Ez mi? Who is that? Just a woman. Azt mondja, hogy victimus persecution by, tehát egy valaki vágyának az áldozata, gondolom Jennifer Carroll. Azt mondja, büszkén és tisztességgel élt. Ami itt történt, sosem merülhet feledésbe. De feledésbe merült, mert fingom nincs, hogy mi történt itt, mert nem írtátok le. Banyek, kicsit hatékonyabban tessék már emlékműveket csinálni. Ott csillant valami, vagy rosszul láttam? Bocsi! Ja, saktábla. Lőszer! Oké. Nincsen valahol egy rohadt élettöltő, gyerekek, vagy valami? Tehát, hogy most nem tudom, hogy errefele még nem jöttem, de most mindjárt megnézem itt is. Nem. Nagyon kéne egy kicsi üveg, jó? Tehát van... Vagy egy fénykép is, jó? Végül is megeszem, oké? Azt mondja, hogy olyan messze otthonról. 14. Jó, hogy ezeket azért számozzák, mert ezek ilyen gyűjthetők csak, bakker. Azt hittem, hogy valami kell belőle, francba, nem. Jó. Szerelmesek, hígyó, akkor megyünk tovább. Valahol errefele elvileg. Ez a baj, hogy nincs miből iszogatnom. Errefele nem voltam. Bocsánat, kicsikét... Ja, de voltam, itt van a saktábla, jó, oké. Bocsász? Na akkor menjünk tovább. Igazából neked kéne előre menni, leányzó, nem? Nem gondolod esetleg? Hatékonyabb volna, hogy tudjuk, hogy hova megyünk. Miért csinálsz úgy, mintha ismerném a várost? Ja, mert nekem van térképen, mi? Jó van. Aha. Akkor be a Jack's Inn-be. Jack's Inn... Miért olyan ismerős ez nekem? Ez nem volt benne az eredetiben, vagy igen? Have you ever stayed in a place like this?
The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Van ott szöveg. Azt mondja, olyan vékonyak a falak, hogy mindent hallasz. Szeretetet, gyűlöletet, féltékenységet. Meg nyilván egyebeket is. Számzár, fuck. Nem tudom, az opcionális vagy nem? Ez micsoda? Nézzük csak. Azt mondja, ha bárkinek bármi szüksége van, a 107-esben javítom a csöveket. Oké, menjünk csövezni. Nem tudom, hogy itt egyébként kell-e bármit az égvilágon csinálnom, vagy sem, de mindegy, inkább megnézem a szobákat. Lehet, hogy adnak valamit. Nem. Bocs, ez... Menjél már odébb, értem én, hogy csöcsbe megyek, de... Na. Nem. Szóval miért csinálom? Mert jó. Már mondta, hogy nem élvezed. Na, jó van akkor. Kövi. 102-es bukta, 103-as előtt. Nem, itt sem megyünk be. Ez zárva van, vagy nem? Locked. Ja, oké. Okay. Lehet, hogy fura, de nem. I never mind. Törzs vendég talán itt a leányzó, hogy itt ennyire tudja, hogy nem kéne, hogy bezárva legyen. Ah, 106-os. Ez meg a. Cozy. Mm-hmm. I think we should leave. Valami gond van ezzel a szobával? Milyen gond van ezzel a szobával? It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure. Hmm. Nem tudom, mi van ezzel a szobával. Nem tudom, valami fura, de nem tudom mi. Nem tudom mi, ha valaki tudja, a komment szekcióba dobja már, jó? Léci. Itt még nem hallottak róla, hogy van automata visszaváltani ezeket? Ami sose veszi be, amit kéne. Na mindegy akkor. De itt nincsen térképem, úgyhogy mindegy, oké? Okay? 107-es hol van? Ez a 108-as, fuck. Mondom, hogy bemegyünk, nem érdekel. Can you let me in? Ja, bocs, persze. Gyere. Erre nem figyeltem, elnézést. Na gyere, romantikázzunk, megmutatom, hogyan kell kulába turkálni. Nem. Nem mutatom meg, nem mutatom meg. Jó. Maria, Maria, Maria. Na mi van, ott nézzük, csak azt mondja, hogy... Egy, három, nyolc, nulla, mi? Egyel kevesebb, egyel több. Hárommal kevesebb, egyel több. Mi? Hm. Jó, oké, ezen majd gondolkodok, gondolom eltároltam, ugye? Remélem megvan. Ez lesz a zár. Ez lesz a zár. Toolbox memo, oké, megvan. Jó. Azaz! Millió lőszerem van, csak nincs kire használni, jó? Most akkor mi van? Most ugyanarra kifele, vagy most merre? Nem. Nem. Hát akkor csak arra fele fogok tudni kimenni, na mindegy. Az mi? Azaz végre! Ja, hülye vagyok, már egyet felszedtem valahol. Hey! You think I'd look good in this one? Hát hogy a viharban-e? Sure.
Not quite the ringing endorsement, but... Nem ez volt az eredeti ruhája az Origibe? Tuti! Tuti! Jól van. Jössz már leányzó. Na, akkor menjünk le a széfhez, és akkor találjuk ki, hogy hogy a fenében nyílik. Valahol errefele volt. Vagy nem. Várj, nem ez a motel, ahol a háromban szálltak meg? Nekem úgy rémlik, nem az első részben volt, ez az egy másik rész volt, hanem a háromban. Várjunk csak, akkor nézzük a memóz. South Wales-ben mi van még? Toolbox memo azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy... 045... 0451. Az! Oké, jó van akkor. Az nem volt nehéz. Mi van? Ó, cseszed! Szevasz! Leon! Ja nem, nem, ez nem az, bocsánat. Oké. Szóval milyen kulcsom van? Gate key! Tökéletes, oké, akkor menjünk át a kapun. Merre van a kapu? Ja, barna. James az nagyon nézett, mert itt van egy autó. Mire? Arra, hogy összetörök itt valamit? Nem? Nem? Nem arra? Jó. Semmi nincs. Fuck. Jó van. Na, viszont akkor én most fogok elköszönni tőletek, aztán következő alkalommal szintén ide fogunk jönni, jó? Ah, ez izgalmas lesz, kérem szépen, jó? Tehát mostantól kezdve fog beindulni még jobban a történet, és tényleg továbbra is küldjetek egy ilyet, hogyha tetszett, írogassatok, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, hogyha tetszett, tetszen, jó? Sziasztok, szép estét mindenkinek, legyetek holnap is itt. Sziasztok!